Folyamatos munka zajlik a Moson-Magyaróvári szennyvíztisztító telepen, az üzemeltetés eszközei még a 90-es években épültek. Nagyon rövid idő alatt kiderült, hogy már az akkori követelményeknek, ugyan jogszabály szerint megfelel, de a társadalmi követelményeknek, a város és a erre rácsatlakozott községeknek viszont a szennyvíztisztítására már nem teljes egészében alkalmas. És ráadásul a 2000-es évek második felétől az üzemeltető Aqua Kft. Folyamatosan bírságokat is kapott, hiszen a Mosoni Dunába beengedett szennyvíz minősége jelentősen meghaladta azokat a határértékeket, amelyeket a jogszabály megenged. A 2006-os, 2007-es évben indult meg egy ezzel kapcsolatos előkészítő munka. A társulás először a tervezésre nyert el pályázatot. Ez alapján készültek el azok a tervek, amelyek alkalmasak voltak egy konkrét pályázat benyújtására. A Moson-Magyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás még a 2010-es választásokat megelőzően jött létre, amelyet kizárólag települési önkormányzatok alkotnak, és városunk mellett tagja még Mosonudvar, Levél, Mária Kálnok, illetve Halászi. A 2011. augusztusi támogatási szerződés aláírása után azonnal megkezdtük a szükséges közbeszerzési előkészítő munkálatokat, és ennek eredményeként már 2012-ben le tudtuk bonyolítani a pályázat első konkrét részét, ami egyébként egy csőbérelés volt, amely itt, ahol most állunk, a főgyűjtő és a város összegyűlt szennyvizek közötti csővezetéket felújítására vonatkozott. Ez gyakorlatilag úgy megvalósult 2012 őszén, hogy a városlakók mit sem láttak belőle, tehát a napi munka továbbra is volt. 2012-ben a társulás megkötötte az EVIS konzorciummal a kivitelezési szerződést, és mihelyt az időjárás megengedte, meg is kezdték a munkálatokat. Ez nem csak Moson-Magyaróvár, hanem a kistérség egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházása, hiszen 3 milliárd forintot tesz ki, a támogatása pedig 85%-os. Jelenleg már a rendelkezésre bocsátott önerő jelentés részét is az úgynevezett önerő alappályázatból sikerült finanszíroznunk, tehát van esély arra, hogy a települési önkormányzatoknak minimális pluszbekerüléssel sikerül egy nagyon-nagyon komoly környezetvédelmi beruházáshoz jutniuk, és elképzelhető, hogy szinte semmit nem kell majd a végén ilyen értelemben hozzátenniük. Látjuk, hogy most már elég jól haladnak a munkálatok, és bízunk benne, hogy az építési munkákat idén határidőben be is tudjuk fejezni, hiszen az építési munkák után még jelentős szakmai próbák várnak az átadás előtt a projektre, és csak ekkor mondhatjuk azt, hogy ténylegesen készek vagyunk. A városnak több szempontból is jelentős ez a beruházás. Moson-Magyaróvár a Sziget közfővárosa. A pályázat lényege többek között az volt, hogy a szennyvíz ne rongálja tovább a térség egyik legnagyobb kincsét, a Mosoni Dunát. Emellett a terület a környezettudatos oktatás javára is válik. A tervek szerint ugyanis diákcsoportoknak lesz lehetősége betekintést nyerni a telep működésébe.